Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először megnézzük az ő gondolatait, ami itt felül és itt alul látható. Mindkét kártyán a kelyhek vannak. És a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt ez a kártya jelent egy új kezdetet. Ki akar alakítani veled egy szép párkapcsolatot? Kimutatja az érzelmeit? Megkapod az elismerést? De azért nála is vannak ilyen elvárások, ő is szeretné azt, ha te kimutatnád az érzelmeidet. Itt látható a kapcsolat kettőtök között, itt ez az alsó két kehely, és ebből a kapcsolatból születik valami. Ez lehet egy kisbaba születése is, de azt is jelentheti itt ez a felső kehely, hogy együtt terveztek valamit, és ez megvalósítható. Itt lesz egy új kezdet, vagy egy újjászületés. És az ő érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Közeledik hozzád, mozgásba jön, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, kimutatja az érzelmeit. Az ő szemében te vagy itt a királynő, és uralkodsz a tűz eleme felett. Tudja azt, hogy valami lelkesít téged, hogy bátor vagy, megvan a lelkesedés, és vannak szenvedélyek is. Itt ő jelenik meg, mint egy király, és uralkodik az aranyérem felett. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható, a torony összeomlik. Vagy nála lesznek ezek a változások, és beszámol erről, vagy úgy érzi, úgy gondolja, te fogva érzed magad ebben a toronyban, fogva érzed magad egy bizonyos helyzetben, és szeretne téged felszabadítani. Erre utal itt a kart, hiszen elvágja a tornyot szimbolikusan, és jelenti a levegő elemét, a szabadság érzetét. Ez a kép utal ötletekre és kommunikációra is. Itt lesz részéről egy közeledés, lesznek hírek, valami lelkesíti őt is, és ő is kimutatja a bátorságát, azon kívül, mivel itt a tűz eleméről van szó, az jelenti, hogy mozgásba jön. És most megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák. Az érzelmei, ez az új kezdet. Itt van a virágcsokor, ez jelenti a te szépségedet, nőiességedet, vagy ő lep meg téged egy meghívással, vagy egy ajándékkal. És itt a kapcsolat kettőtök között, és egy terv, mik a tervek. Egyrészt az, hogy ő ezzel a kulccsal lezár valamit. És egyúttal kinyílik egy új ajtó, és itt közös jövőről van szó. Közös tervekről van szó. Veled együtt szeretne valamit kialakítani. Ő közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. Itt látható, hogy vannak barátai, az is fontos számára, hogy ápolja a barátságokat, amit a kutya még jelent, hogy hűséges, és megbízhatsz benne. Itt a kereskedelmi kapcsolatok, pénzügyi dolgok, vagy a munkája. Ő szívvel, lélekkel csinálja ezeket a dolgokat.
Az arany érem az jelenti a belső értékeket is, és akkor kihat a ti szerelmi kapcsolatotokra, hogy te értékes vagy számára. Ami téged illet, itt benne vagy egy változásban, ebben a transformációban, aki jó jelenti a gyógyító erőt is, de lehet egy hölgy is. Ő úgy érzi, hogy van a közeledben egy hölgy, aki kihat rád. Lehet, hogy támad téged, és ő látja itt, hogy te véded magadat a nő ellen, véded magadat a kihívások ellen. Ez a nő lehet valaki a családból, lehet egy hamis barátnő, vagy egy kolléganő is. És a torony, ami itt összeomlik, az egerek segítenek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, tehát az egerek eltávolítják ezt a szűkös helyzetet. Milyen döntésekről van szó? Ő lezár valamit. Ez lehet egy régi kapcsolat, ez lehet ez a torony, és tudja, érzi azt, hogy az egerek segítenek. Lezár bizonyos dolgokat, és köztetek lesz egy új kezdet. És milyen üzenet várható részéről? Itt a felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Én úgy gondolom, hogy ő átlát a helyzeten, de úgy érzi, hogy számodra még valami átláthatatlan. Például nem bízol benne, vagy nem tudod, hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád, és ezeket a dolgokat szeretné lezárni, ezeket a dolgokat szeretné tisztázni veled. És az egerek segítenek a felhőt eltávolítani, a koporsó szintén segít, le tudja zárni ezeket a dolgokat. Az ő jelenlegi energiája. Itt a hegy jelentheti a hegyvidéket, lehet, hogy van egy kirándulás, vagy ilyen környezetben él, de jelentheti még a problémákat is, ami nyomasztja őt. Vannak akadályok, és ő szeretné ezeket az akadályokat eltüntetni. És mi a te energiád? Itt a horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, de a horgony jelentheti a munkát, a hivatást, és lehet, hogy ott vannak kihívások, és nem tudod, hogy el kellene köszönnöd erről a munkahelyről, van-e lehetőség, de ő biztat téged, segít neked. És most visszatérek a magyar kártyára, amit itt mutatok. Itt az S betűről van szó, és a régi írásmódról, az úgynevezett rovás írásról, ami itt középen van, ennek van egy szimbolikus jelentése, számomra olyan, mint egy sátor, ez lehet egy kemping szezon is, különösen így a nyár folyamán, de jelentheti az otthont is, szimbolikusan az otthonunkat. És mit jelent az S betű? Itt elgondolkodhatsz azon, hogy mit jelent számodra az S betű jelenleg. Ez lehet egy név, például Sarolta, vagy Sándor. Lehet egy helység is, mint például Sárvár. Vagy lehet egy fogalom is, mint például sok. Mit jelent számodra az S betű, vagy ez a szimbólum, a rovás írás? Ezt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Azon kívül, ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Közben van egy hívásom a hotline-on, úgyhogy gyorsan elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretettel, Dender Rám!